Szép napot kívánok, kedves nézőink! Heti hírmagazinunk legfrissebb adásában beszámolunk Észak- és Dél-Komárom képviselőtestületeinek együttes ünnepi üléséről és városunk legjobb sportolóinak díjátadásáról. Továbbá ott voltunk a hajógyár történetét bemutató kiállításon és az Erőd új turisztikai irodájának megnyitóján is. Emellett más aktualitásokkal is jelentkezünk. Kérem, tartsanak velünk az elkövetkező fél órában! A Tiszti Pavilon dísztermében tartották Észak- és Dél-Komárom város képviselőtestületeinek közös ünnepi ülését, amely egyben a Komáromi Napok nyitó rendezvénye. Ilyenkor kerül sor a városi díjak átadására is. Az ünnepi ülés résztvevőit Keszeg Béla polgármester üdvözölte, aki elmondta, a város ezévi díjai értékeket képviselnek, amelyek meghatározzák Komárom múltját és jövőjét. Továbbá köszönetet mondott a díjazottaknak áldozatkész munkásságukért, amelyel méltán képviselik városunk szellemiségét. Polgármesteri díjban részesültek. Bödög Gergely, a komáromi közösség érdekében kifejtett tevékenységéért és kulturális-tudományos előadások szervezéséért. 2018 őszétől hívta életre a Kikötő polgári szalon rendezvénysorozatot, amely a felvidéki és magyarországi kultúra, tudomány és a közélet ismert személyiségeit hívja városunkban egy közönség előtti beszélgetésre. Jana Macsicová, a vizuális művészetek, a fényképezés, a filmezés területén végzett gazdag kulturális és oktatási tevékenységéért, valamint a fogyatékkal élők megsegítéséért. Alkotóműhelyeket, kulturális előadásokat és nyári alkotótáborokat szervez, és együttműködik a városunkban működő egyesületekkel. Szabó Csekei Tímea, a város kulturális és építészeti emlékeinek széleskörű megismertetéséért. Kulturális örökségünk értékeire tematikus sétákkal hívja fel a különböző korosztályok figyelmét. A tavalyi Yeso 100 című kiállításon kurátorként igyekezett a Jókai Egyesület szép művészeti osztályának sokrétű működését bemutatni. Dávid Stumpf, az animáció terén végzett kiemelkedő munkájáért és Komárom város jó hírnevének terjesztéséért itthon és külföldön. ST Happens című filmét a Velencei La Biennale mutatták be. Együttműködött különféle nemzetközi stúdiókkal, köztük a Marvel Studios-szal és a Netflix-szel, valamint olyan ügyfelekkel, mint az Apple és a Nike. Váradi Kornélia, közösségépítő tevékenységéért és Őrsújfalu városrész kulturális életének szervezéséért. Alapító tagja az Őrsújfalusi és Színháznak, emellett felvállalta Őrsújfalu városrész kulturális életének szervezését is. Ennek keretén belül színházi előadásokat, koncerteket és nyári táborokat rendeznek. A Komáromi Városi Képviselőtestület döntésének értelmében In Memoriam Pro Urbe díjat adományozott Alapi Gáspár Károlynak, városunk irányításáért, példamutató kiállásáért és megtörhetetlen emberi méltóságáért. A nácizmus térhódítása ideje alatt az egyetlen nyilvántartott magyarországi polgármester volt, aki felemelte szavát a zsidó törvények és a deportálások ellen. A díjat Alapi Gáspár unokája vette át. A Komáromi Városi Képviselőtestület döntésének értelmében Pro Urbe díjat kapott. Ludovít Galovics a folklormozgalomban végzett fáradhatatlan munkájáért és városunk jó hírnevének öregbítéséért idehaza és külföldön egyaránt. Ludovít Galovics inspirálta a fiatalokat a hagyományok iránti szeretetre, a művészet tiszteletére és a szülőföld és Komárom városa iránti elkötelezettségre. Holcai Árpád, sok éves sikeres pedagógiai munkájáért és a természettudományi tárgyak oktatásában elért kitűnő eredményeiért. Igényes és következetes pedagógiai munkájának köszönhetően biológiai olimpia A és B kategóriában az elmúlt több mint 35 év alatt közel 100 eredményes tanulója volt a versenykerületi fordulóiban. A Komáromi Városi Képviselőtestület díszpolgári címet adományoz Jaska Miroszláv részére a Komáromi Kórház jelentős fejlesztéséért és az egészségügyi ellátás minőségének javításáért városunk és régiónk lakosainak javára. A Komáromi Agel Kórház Kft. Ügyvezető igazgatójaként nagymértékben hozzájárult a kórház fejlesztéséhez és az egészségügyi ellátás minőségének javításához városunk és régiónk lakosai részére. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk! Megnyitották az új turisztikai központot és jegypénztárat az Erődben. Keszeg Béla polgármester beszámolt a felújítás részleteiről, illetve arról, hogy milyen új programokat tesz majd lehetővé az új létesítmény. Ez a felújítás most egy 1 millió eurós értékű pályázati forrásból, interreges, úgynevezett határon átnyúló pályázatból valósult meg, aminek a partnere
a másik oldalon, déli oldalon az Igmándi erőd volt, ott egy félmilliós fejlesztés valósult meg, és lényegében a fogadóiroda, most már vannak megfelelő szociális helységek, tehát hogy ide érkeznek nagyobb turista csoportok, akkor el tudnak menni mellékhelyiségbe. Van itt konyha, hogy rendezvények is megvalósulhassanak, és még van olyan előadóterem, hogy esetleg konferenciák vagy más jellegű programok megvalósulhassanak. Nagyon fontos, de kevésbé látható, hogy egy komoly trafóállomás is létesül itt az erődön belül. Ez azért fontos, mert idén-nyáron is már 3 nagy koncert lesz az erődön belül. Igazi nagy durranások, tehát olyan előadók, akik esetleg Budapesten a legnagyobb stadionokat töltik meg, és itt is szeretnénk, hogy olyan programok legyenek, hogy élettel töltsük meg egyrészt az erődöt, szórakozni és kikapcsolódni tudjanak a komáromiak, és minél több látogatót tudjunk fogadni Komárom, hogy megmutathassuk azt, hogy milyen csodálatos ez a hely, és milyen különleges építmény ez az erőd. Ozimi Andrej, a Pro Castello komáromienzi igazgatója, beszámolt az erőd tavalyi látogatottságáról és a felújítások következő lépéseiről. Az elmúlt időszak azt mondhatom, hogy nagyon jó volt, bár nem olyan jó, mint a Covid előtt. Körülbelül 11 000 látogatónk volt, nem csak Szlovákiából, hanem Csehországból, Magyarországról és más európai országokból, sőt az egész világból érkeztek turisták. Mivel az erőd nagyon nagy, a helyreállítása csak szakaszosan történhet. Idén például egy új kézműves sörfőzdét nyitunk meg. Az új jegypénztár 2-től péntekig 8:30-tól 14:00-ig tart nyitva, illetve szombaton és az ünnepnapokon a tárlatvezetés előtt 1:30-ával várja az érdeklődőket. További információ megtalálható a Komáromi Erőd honlapján a pevnost.komarno.eu weboldalon. A turisztikai iroda megnyitásával egybekötve a komáromi hajógyár alapításának 125. évfordulója alkalmából egy kiállítás keretén belül örökítették meg városunk hajógyártásának történetét. Keszeg Béla polgármester üdvözölte a jelenlévőket és hangsúlyozta. A kiállítás bemutatja, hogy a hajógyár nem csak komoly múlttal rendelkezik, jövője is van. Andrej Ozimi köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a hajógyártáshoz városunkban. Azt gondolom, hogy Komárom életéhez, és hát az elmúlt 125 évben, de az újkori történetében is a hajógyártás nagyon masszívan, nagyon erősen kötődik. Szinte minden családban van valami történet, szinte minden családban van valami kapcsolódási pont, hiszen a hajógyártás fénykorában tényleg több ezer embert foglalkoztatott, és lényegében azon túl, hogy nagyon sok család kötődik ehhez, lényegében egy olyan szakmai hátteret adott, ami Közép-Európa szinten különlegessé tette Komáromot. Mi hiszünk abba, hogy bár ez az ágazat is átalakul, de ennek jövője is van. Jelen pillanatban is kerülnek ki olyan hajók vagy úszótestek, amire büszkék lehetünk. Gondoljunk csak arra, hogy a Balatonon a legújabb kompok a komáromi hajógyárból kerültek ki, vagy a legendás A38-as hajót, ahol a fiatalok járnak, Komáromba javítják, és most egy újabb, nagyon komoly projektből készíteni kell valószínűleg a 4. Károlyt. Tehát olyan dolgok, amire most is büszkék lehetünk. Azonban elsősorban ez a kiállítás a múltat mutatja be, azt az elmúlt 125 évet különböző korszakokra bontva, hogy mindenki megismerkedhessen vele. Az érdeklődők fényképeken, hajómaketteken és egy rövid dokumentumfilmen keresztül ismerhetik meg a hajógyártás történetét városunkban. Szeretnénk, hogy a fiatalok is tudják, hogy itt van egy olyan dolog, amire méltán lehettek büszkék, és szeretnénk most jelen pillanatban egy időszakos kiállítással, de a jövőben az erődben meg lesz ennek a helye, hogy minden ide látogató is megismerkedhessen azzal, hogy a Duna és a Vág összefolyásánál a hajógyártás milyen fontos szerepet töltött be. A Szent András Bazilika idén már 35. alkalommal adott otthont a hagyományos komáromi imanapnak, mely idén is szentségimádással és a körmenettel vette kezdetét. A szent misét Orosz János püspök atya mutatta be. A papi hivatások évenkénti világnapja megfelelő alkalom arra, hogy rávilágítsunk a papi hivatások fontosságára az egyház életében és küldetésében. És arra bátorít és ösztönöz egyben, hogy imádkozzunk papjainkért, jó pásztorainkért. Elmélkedhetünk arról, hogy mit jelent a papi hivatás a közösség egyház szolgálatában.
A szlovákiai magyar-római katolikus hívek rendületlenül imádkoznak ilyenkor a magyar ajkú papi és szerzetesi hivatásokért, és azért, hogy magyar érzelmű főpásztor terelgesse őket a hitük megélésének útján. A szülőföldjükön, Szlovákiában. Magyarságunkra és kereszténységünkre büszkék vagyunk, és erre büszkének is kell lennünk, erről is szól az imanap, és a legfőbb célkitűzésünk az pedig a magyar főpásztor kérdése, amelyért rendületlenül imádkozunk. Az, hogy itt a komáromi imanapon, Jópásztor vasárnapján imádkozhatunk, nagyon fontos. De fontosabb az, hogy miért imádkozhatunk. A magyar papi hivatásokért imádkozhatunk, és ez számunkra rendkívül fontos. Mert mi, akik magyarnak születtünk, mi magyarul gondolkodunk, mi magyarul tudunk jól imádkozni, mindaz mellett más nyelven is. De ha ez a lehetőség nekünk megvan adva, akkor miért ne élnénk vele? A nagyszombati egyházmegye püspöki helynöke Kis Róbert komáromi plébános nem csak a szervezésben segít, hanem az imanap szellemiségéhez és céljaihoz is csatlakozik. A komáromi imatalálkozónk is egy kiváló alkalom arra, hogy megosszuk egymással a hitünket, tanúságot adjunk az örömhírről, és éppen a békesség hírnökeiként, tehát egymás szeretettel, jósággal megajándékozzuk, és ezzel is erősítsük a környezetünkbe a béke utáni vágyat, hiszen a jó a jót szül, és ott, ahol a Jóisten jelen van, ott van jelen a békesség is, és mi ezt szeretnénk ebben a békétlen világban. Bár az imanapra már nem ezrek járnak, mint ahogy az az első években volt, mindenképpen örvendetes az, hogy egyre több a fiatal, főleg cserkészek. A Tiszti Pavilon dísztermében tartották Komárom város legjobb sportolói ünnepélyes díjátadását. A legjobbakat a sportklubok javaslatai alapján a Városi Képviselőtestület Sport és Ifjúsági Bizottsága választotta ki. Bajkai János, az oktatási, kulturális és sportügyi főosztályvezető üdvözölte jelenlévőket. A városvezetés nevében Gajdács Ondrej alpolgármester mondott köszöntőt és további sok sikert kívánt a díjazott sportolóknak. A díjakat Keszek Béla polgármester, Gajdács Ondrej alpolgármester és a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke, illetve alelnöke Kovács Dávid és Mihalicska Róbert adták át. Elismerésben részesültek. T.J. Step Biosaurus Basketball Academy Klub a szlovák kosárlabda bajnokságon az U11-es kategóriában ezüstérmet szerzett, és az Olomoucban rendezett közép-európai ifjúsági kosárlabda liga nemzetközi tornán pedig második helyezést ért el. Doktorik Dominik, a komáromi kajak-kenu klub versenyzője csapattársával a junior világbajnokságon K2-500 és 1000 méteren kiváló eredményeket ért el, és szlovák bajnoki címet szerzett K1-ben 500 méteren, K2-ben 500 és 1000 méteren. KFC klub női csapata az első bajnokságokon a 2018-19-es szezonban második női liga A csoportjában 5. helyen végeztek. A következő három szezonban 3 bronzérmet szereztek, és a 2022-23-as szezonban első helyezést értek el. Ifjabb Nagy Jenő a KFC több utánpótlás csapatánál dolgozott, majd 2018-tól a női labdarúgó csapat vezetőedzője, akik a 2022-23-as szezonban megszerezték a második liga A csoportjának bajnoki címét. Idősebb Nagy Jenő több járásbeli csapatnál megfordult edzőként, és 2 évtizede a komáromi futballklub legfiatalabb növendékeinek oktatásával foglalkozik. Knyihár Michal, a Delta Komárno úszóklub kimagasló úszóedzője, akinek tanítványai a 2023-as évben hazai és külföldi versenyeken összesítve 35 arany, 31 ezüst és 26 bronzérmet nyertek el. Plavec Peter, az ausztriai Altenvörti jégvizes bajnokságon első helyezést ért el 1000 és 250 méteren, és Spanyolországban a Batalla de Rande úszómaratonon befejezte 27 kilométeres távot a verseny történetében első szlovákként. Bartalos Anna Bíborka az országos hosszú távúszó bajnokságon Veszprémben első helyezést ért el. Az országos gyermekbajnokságon első helyet szerzett gyorsúszásban 1500, 800, 400 és 200 méteren, pillangóban 200 méteren és vegyesben 400 méteren. Frejová Karin első helyezést ért el a dubai fitness bajnokságon és Madridban a spanyol bajnokságon. Az Amerikában megrendezett CrossFit Games versenyen pedig 14. helyen végzett.
A díjátadó ünnepségen a kitüntetésben részesült sportolóknak egy része, Lücsek Erik, a Szlovák Kempó Szövetség Szajka Kempó Dojo, Szajka Hanna Sára, Nikker Ronald és Hrabowski Patrik, akik a versenyeken való részvételük miatt nem tudtak jelen lenni, a díjat egy későbbi időpontban veszik át. A sportolóknak ezúton is gratulálunk. A Komenszky utcai alapiskola tanulói felejthetetlen délelőttöt tölthettek ismert sportolók társaságában. Ezt egy internetes szavazásban aratott győzelemnek köszönhetik a gyerekek. A nyitrai kerület összes alapiskolája közül ugyanis ez az iskola kapta a legtöbb szavazatot, ami által elnyerte a jutalmat, azaz azt, hogy Tomás Kit Kovács, ismert ökölvívó és sporttársai tartottak tanórákat a gyerekeknek. És ezek a tanórák jócskán különböztek a megszokottaktól. Elhoztuk ide az Edzők az iskolában projektet, amely a múlt tanévben is nagyon sikeres volt. Célunk, hogy testmozgásra ösztönözzük a gyerekeket, és hogy együtt sportoljunk. Többféle standot alakítottunk ki, mindegyiken edzők mutatták be a gyerekeknek a különböző sportágakat. Jó magam az ökölvívást, a kollégáim pedig különféle torna gyakorlatokat mutatnak meg. Tom Kit Kovács is apuka, vannak gyermekei, ezért megkérdeztük tőle, ha lehetősége volna, megváltoztatná-e a testnevelő órákat az alapiskolákban. Nagyon örülök, hogy részt vehetek ebben a projektben. A nagyobbik fiam sporttagozatos alapiskolába jár, úgyhogy ő sportosztályba jár. Emlékszem, hogy gyerekkoromban több innen volt a testnevelés órákon. Atlétika, torna, erőnléti sportok, távolugrás, magasugrás. Sőt, még menet gyakorlatokat is tartottak nekünk. A gyerekeket motiválni kell, több sportágat megismertetni velük, hogy gyakorolni, művelni tudják azokat. Ma már nem elég az, hogy a gyerekek közé dobunk egy labdát és hagyjuk őket játszani. Tudniuk kell például focizni, röplabdázni, kosárlabdázni vagy kézilabdázni. Mindent tudniuk kell. Gyakran beszélnek arról, hogy az iskolásoknak többet kellene mozogniuk, akár kerékpározniuk vagy gyalogolniuk. Ideális esetben ezt a szülőkkel együtt kellene megtenniük, annak érdekében, hogy megszokják és tudják, hogy a mozgás egészséges, sőt, még a családot is összetartja. A Komáromi napok keretében rendezték meg a középiskolások erő ötusa versenyét. A viadal szervezőjeként az Építők utcai kereskedelmi és szolgáltatóipari szakközépiskola jeleskedett. A versenyben 8 komáromi, ógyalai és gútai középiskola nevezett be, ezekből az intézményekből 11 lány és 38 fiú mérte össze erejét. A megmérettetés immár 12. alkalommal valósult meg. A szervezőket megörvendeztette a szép részvétel, ami azt is bizonyítja, hogy a középiskolások szívesen mérkőznek meg különféle erőnléti sportokban. Thunder, my hands.
középiskolások 5 versenyszámban mérték össze erejüket. Felvételeinken is látható, hogy nem volt könnyű dolguk. A néhány diák már a múltban is részt vett ezen a versenyen, mások először érkeztek, hogy maguk is megtapasztalják, mivel jár egy ilyenfajta megméretetés, és mi mindenre képesek az ellenfeleik. Több teljesítmény is csodálatra méltó volt, egy felnőtt sportoló sem vallott volna velük szégyen. A zsűri minden versenyző szereplését figyelemmel kísérte annak érdekében, hogy mindenben megfeleljen az adott sportág szabályainak. A diáktársok végig szurkolták az eseményt, és hangos tapssal jutalmazták a versenyzők szereplését. Nagyszerű volt a hangulat. Középiskolások erő öttusáján természetesen győzelmek születtek. Ám elismerést érdemel minden sportoló, aki elkötelezetten edz, és ezzel sokat tesz az egészségért és erőlétért. Évről évre egyre több középiskolás vesz részt ezen a megmérettetésen, a szervezők nagy örömére lányok is vannak köztük. Olyanok is, akik fiúkat utasítanak a hátuk mögé. Hiszük, hogy ezt a sportágot egyre több fiatal műveli majd. Az erő ötusa 5 órás teljesítmény maratonja jövőre sem marad el. Komáromi Darina Salátová 30 évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni a szemöldök hullásban szenvedő nők gondjaival. A szakképzett kozmetikus az elsők között kínálta fel Szlovákiában a permanent make-upot, ami nem klasszikus tetoválás. Nagyon megörültem, amikor egy magazinban megláttam ezt a lehetőséget. A permanent make-upról addig nem tudtam, hogy mi az, azt sem, hogy létezik. Levél útján felvettem a kapcsolatot a magazin kiadójával, akik megadták a hölgy címét Amerikában, aki ezzel foglalkozott. Marta Brownnak hívták, és ő adott információkat. Hosszadalmas folyamat volt, mert nem volt internet, és a telefonokat a telefonközponton keresztül intézték. Hamarosan a magazinban megjelent cikknek köszönhetően 3 pigmenthez jutott. Az ajak, a szemöldök és a szempilla részére. A legelső ügyfelemnek, akinek csináltam, alopeciája volt, ami azt jelenti, hogy a haja és a szemöldöke is foltokban hullott. Középiskolás volt, és nagyon megkért, hogy csináljam meg a szemöldökét, de úgy, hogy ne kenődjön el. Ma már nem lennék túl büszke erre a munkámra, mert ez olyan volt, mint ahogy a kezdetekben szokás. Főleg olyan hölgyek kerestek meg, akiknek szükségük volt a szemöldök pótlásra. Hlavnyom a vyhľadávali také ženy, ktoré potrebovali doplniť to obočie. 1993-at írunk, és az internet még nem volt annyira elterjedt. Az információk csak szájról szájra terjedtek. Nálunk a szlovákiai jogszabályok szerint permanent make-upot csak kozmetikus végezhet, mivel ez egy olyan eljárás, amely a bőr alá hatol. Nem engedhető meg, hogy a bőr felszínét megbontsuk, ha nincs tapasztalatunk és képzésünk. A mai alkotások a 30 évvel ezelőttiekkel már összesen hasonlíthatók. A technikák, a hozzáférés, a készítmények ugrásszerűen fejlődtek a mai trendek felé. 2008-tól egy újabb szemöldök igazítási technikát kezdtem alkalmazni. A szemöldök sem tűnt teljesen természetesnek, inkább egyenes vonalú volt, és mintha inkább a szőrszálakat utánozta volna. Most visszagondolva ez olyan vicces, de ezek a trendek nagyon gyorsan követik egymást. Nagyon jó most nézni azokat a természetes, úgynevezett hairstroke módszereket, amelyek megkülönböztethetetlen szemöldök szálakat imitálnak. Az ajkakban is egyre a természetesebb a trend. Ma már azok a szélsőséges trendek, hogy nagyobbá tesszük az ajkunkat, vagy valahogy más formájúvá tesszük őket, mint a sajátunk, az már nem menő. A szemöldök esetében is inkább a lágy, a puhább, az elkenődő, púderes szemöldök a menő, mint a klasszikus kemény szemöldök. Vitjényované, vipudrované očné linky, ako tie klasické, tvrdé. A képzőművészethez való érzék elengedhetetlen. Valóban találkozunk olyannal, amelyek inkább tönkreteszik az arcot, mint sem, hogy kecsességet és eleganciát kölcsönözne neki. Gyakran felhívom a figyelmet arra, hogy a tartós smink nem egy esti smink.
Darina Salátová idén harmadik éve szervez szakmai nemzetközi versenyt, amelyet Pozsonyban, pontosabban az oroszvári Ponteo Hotelben rendeznek. A versenyt Andrea Garcia Broszkovicsová kolléganőmmel együtt szervezem. Jelentkezni a verseny előtt egy hónappal, azaz május 8-ig lehetséges. Minden permanent make-upos művész szeretne fejlődni, de csak ha egy ugyanazon a munkahelyen dolgozunk nap mint nap, akkor valahol egy szinten maradunk, ami talán már néhány év múlva elavult lesz. Így megelőzhetnek azok, akik igyekeznek és akik ambiciózusabbak. Az öt zsűri tag neves szakemberek kizárólag a modell száma alapján döntenek anélkül, hogy tudnák, melyik versenyzőt kikészített fel. Tehát, ha még véletlenül ismerik is egymást, nincs olyan dolog, ami őket befolyásolná, hogy ő a barátom, vagy ő a szomszédom. Öt kategória van, amiből hármat választhatnak, időben ez egy teljes napot vesz igénybe. Amit tanácsolnék többszörös résztvevőként, mind a zsűrizésben, mind a versenyen, hogy nyugodtan dolgozzanak, ugyanúgy, mint az egyszerű, hétköznapi munkanapon, és mindenképp ajánlott összpontosítani és figyelni. A szimmetriát, a színválasztást, a formát, ha megfelelő technikát és a kivitelezést értékelik. A versenyre június 8-án kerül sor Pozsonyban. További információ és jelentkezés a következő weboldalon. pmuhamp.info. Tisztelt nézőink! Magazinműsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. A viszontlátásra!